Bács-Fekete-hegyen és Szikicsen is nagy probléma, hogy a kis parcellák nem teszik lehetővé a gazdaságos termelést. Ezért szeretnék elvégezni a tagosítást, ami után a gazdák többsége egy nagy területtel rendelkezne. A felaprózott parcellák hátrányát, a nem megfelelő méretű, hosszú parcelláknak a hátrányát nem lehet ellensúlyozni semmi agrotechnikai, vagy közgazdasági, vagy bármilyen más tényezővel. És ez különösen akkor nagyon fontos, hogyha tudjuk azt, hogy rohamosan fejlődik a mindig modernabb, újabb, nagyobb kapacitású gépek jelennek a piacon, és csak ilyen gépekkel lehet fennmaradni, versenyképesnek maradni. Számítások szerint egy hektár terület rendezése 100-120 euró közötti összegbe kerül. A költségek minimális részét állnák a gazdák, az önkormányzat a mezőgazdasági földek bérbeadásából származó eszközökből biztosítana bizonyos részt, míg a többi költséget a tartományi mezőgazdasági titkárság támogatásából fedeznék. Beadtuk a pályázatot a tartományi titkárságnál, azt várjuk, hogy eldőljön, hogy megkaptuk-e, és hát azt mondták, hogy mivel az átadott dokumentáció rendben volt, hogy több mint valószínű sikeresen fogunk pályázni, és akkor 55%-át az összköltségeknek fedezi a tartományi titkárság. A határrendezést a tervek szerint tavasszal kezdik meg, és akár több évig is eltarthat, mire összevonják a parcellákat.